ezeket a készülékeket, és adta oda az M1 szerkesztőségének. Lefejezős videók, halottak, fegyverek, megkínzott gyerekek. Egy biztonsági szakértő szerint, aki ilyen videókat néz, vagy maga is terrorista, vagy pedig szimpatizál a terroristákkal. Egy csecsemő törrel és pisztollyal a kezében. Egy azok közül a fotók közül, amelyeket egy migráns telefonjában találtak Röszke mellett. A látvány a szakértőt is megdöbbentette. Egy halott újszülöttet látni, legalábbis egy néhány hetes csecsemőt, amivel egy üveg viszkit tettek, néhány üres sörös üveget, az egyik kezébe egy katonai tört tettek, a másikba pedig egy 45-ös koltot. Tehát az egyik legbetegebb fotó, amit egész életemben láttam. A Híradó hétfőn mutatta be azokat a telefonokat, amelyeken több száz hasonló tartalmú fotó és több órányi megrázó videó is szerepel. Ezek nagyobb része annyira megrázó, hogy nem mutatjuk meg. Én találtam húsvágó bárdot eldobva rendőri ellenőrzési pont környékén, késeket konstans találtunk. A telefonokat a migránsok által hátrahagyott és eldobált holmik között találta ez a Híradónak nyilatkozó férfi, aki kérte, hogy arcát nem mutassuk. A déli határ környékén előkerült mobilokat elvittük egy biztonságpolitikai szakértőnek. Ő átnézte a készülékek tartalmát. Fegyverek, harctéri videók, brutális képsorok, megcsonkított és meggyilkolt katonákról. Ezek is láthatók a felvételeken. Elég megdöbbentő itt a többi fotó is, amin halottak látszanak, tehát olyan személyek, akiket láthatólag harci cselekmények közben lőttek agyon. Ugye AK-47-eseknek a tartaléktárai vannak a mellényükön, és itt látni, hogy több lőttsebb is van rajtuk. Azt nem lehet tudni, hogy ki és mikor készítette vagy töltötte fel a telefonokra a felvételeket. A szakértő szerint arra biztosan lehet következtetni, hogy az ilyen ember vagy emberek többes személyiségűek és szimpatizálnak az erőszakkal és az erőszakos cselekedetekkel. A videók között találtunk például olyan felvételt is, amin három ember lefejezését mutatják. Olyan ember, aki tényleg telefonjában vagy fölveszi, vagy letölti valahol, hogy három embernek levágják a fejét egy karddal, az szerintem vagy szimpatizál a terrorizmussal, vagy pedig az erőszakkal, vagy pedig maga is terrorista, vagy képes lenne ilyet végrehajtani. Mert szinte egy egészséges lelkületű ember ezt meg se akarja nézni, nem az, hogy még le is tölti, és esetleg ezen élvezkedik a telefonján. A szakembernek egyértelmű, hogy aki a videókat felvette vagy feltöltötte az internetről, az vagy esetleg maga is terrorista, de legalábbis szimpatizál velük. Azt is furcsának tartja, hogy valaki például lőfegyverekről tart képeket a telefonjában, köztük a német hadsereg egyik legmodernebb és legújabb lőfegyveréről. Lőszereket látunk hozzá is, négy darab kézigránátot, ha jól látom, ezek amerikai gránátok. És ilyen arab környezetben, tehát lehet látni egy sátorba, és ilyen arab szőnyegekre van kiterítve. Tehát ez furcsa, hogy valakinek eszébe jut például egy fegyverről egy fotót letölteni. Én egész életemben katona, illetve terrorelhárító voltam, de életemben nem töltöttem le egy fegyverről se fotót. A modern fegyvereken túl különleges és tradicionális fegyverek is láthatók. Van egy fotó, ahol a jeménéknek ez a tipikus görbetőre, a Jambia látható. Ez egy nagyon értékes, hát fegyver meg státuszszimbólum, tehát ez egy jelkép, mikor valaki férfi korba lép, akkor megkapja a családjától, a család státuszától függően ez akár több ezer, sőt több tízezer euróba is kerülhet. A szakember szerint a videókat és a fotókat látva elmondható, hogy tulajdonosaik nagy valószínűséggel jártak már harci cselekmények közelében, esetleg ők maguk is valamilyen reguláris csapatoknál vagy a felkelőknél harcolhattak.